szükség a set-top boxra, hanem a... Az Invitel nemrég vezette be új portfólióját, a TV, internet és telefonszolgáltatásra épülő Invilágot. E3-asból az Invitel a televíziót és az otthoni szórakozást helyezte középpontba. Rozsnyai Lászlóval, az Invitel regionális vezetőjével erről és a cég nyári ajánlatairól beszélgetünk, valamint egy örömteli hírről a karcagi tévénézők számára. Igen, az örömteli hírrel szeretném kezdeni. Az elmúlt hónapban bevezettünk egy olyan helyi ügyfélkapcsolati lehetőséget Karcagon, ahol már a karcagiak is minden második héten tudnak helyben ügyeket intézni, és nem kell Hajdúszoboszlóra elmenniük a legközelebbi üzletünkbe, vagy akár a call centerüket felhívni. Ez a lehetőség, ez minden hónap első és harmadik csütörtökén 10 és 18 óra között az Eötvös utca 10 szám alatt található üzletünkben áll rendelkezésre a karcagiaknak, ahol a területi képviselő kollégánk várja szeretettel az érdeklődőket. Egyébként a kolléga mobilszámát bárki nyugodtan hívhatja, és igényre akár házhoz is megy. Igen, ez lett volna a következő lépés, hogy lehet egyeztetni előre, és akár csoportosan is fel lehet majd keresni ezt az irodát. Igen, abszolút, és mivel csak két hetente vagyunk ott, és 10-től 18 óráig, tehát kvázi egy egész napon keresztül, azért a többi napokon se gondoljuk, hogy valakinek két hetet kelljen várnia arra, hogy az ügyét el tudja intézni. Ezért adjuk meg a kollégának a mobilszámát, és gyakorlatilag bármikor lehet telefonon keresztül ügyet intézni, vagy tényleg, hogyha feltétlenül szükséges, akkor akár megbeszélt időpontban is lehet találkozni Karcag bármilyen pontján, vagy akár az ügyfél otthonában is, hogyha erre igény lenne. Ez nyilván hatalmas segítség a karcagi tévénézők számára, de azt hiszem, hogy a nyári akciók is fergetegesek lesznek. Sok minden történt az Invitel házatáján. Ön mit emelne ki az elmúlt egy évből? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy miután átvettük a hálózatot, akkor műszakilag próbáltuk olyan módon stabilizálni, hogy egyre biztosabb és egyre színvonalasabb szolgáltatást tudjunk adni. A műszaki stabilizálás az még nem mondom, hogy véget ért, de én mindenképpen látok ebben fejlődéseket. Nagyon remélem, hogy a karcagi ügyfeleink is érzik ezt a pozitív változást. Illetve a másik nagy változás, én azt gondolom, hogy egyre jobb termékajánlatokkal jövünk ki, árban is és szolgáltatás tartalomban is. Próbáljuk azt az összes információt összegyűjteni a helyi üzletkötőinktől, a boltjainkból, hogy mire is kíváncsiak a környéken lakó ügyfelek, mit szeretnének, milyen igényeik vannak, és körülbelül mi az az ár, ami megfelelő számukra. És így nagyjából néhány havonta ezek az információk alapján módosítjuk egy picit a termékajánlatainkat. Most a legújabb ajánlatunkban vagy akciónkban egy nyári akció, ahol a bármilyen új szolgáltatást vásárló ügyfelünk egy hónap havidi mentességet kap a szolgáltatás havidiából. Azt gondoljuk, hogy most nyár van, tehát gyakorlatilag ne a nappaliban üljünk egész nap, és fontos az, hogy a mobilitás irányába menjünk el. Úgyhogy itt a nyári ajánlatunkból még azt emelném ki, hogy egy wifi vezeték nélküli rúter segítségével egy picit a nappaliból kitevődhet az internetezés akár a kertbe, és ez is van megfelelő ajánlatunk. De hogyha valaki még mobilabb szeretne lenni, akkor egy másik akciónkban, egy ilyen kiegészítő akciónkban mobil internet szolgáltatás is lehet vásárolni minden meglévő vagy új ügyfelünk, aki 24 havi szerződést köt velünk mobil internetre, az első két hónapban havidíjmentesen kapja a mobil internet szolgáltatást. Ha nyár, akkor nem feltétlen kell a televízió előtt ülni, vagy hogyha átjön a szomszéd és valami fontos dolgot szeretne mondani, akkor egy sorozat miatt nem utasítsuk vissza. Mik a lehetőségek tévéügyben? Ebben az esetben javasoljuk a digitális televízió szolgáltatásunkat, nem csak a jó képminőség és az egyéb digitális funkciók miatt, hanem azért is, mert egy felvevős set-top boxunk segítségével lehetőség van arra, hogyha mondjuk egy szomszéd becsönget és a fontos filmünk vagy híradó nézése közben úgymond megzavar minket, akkor egy gombnyomással meg tudjuk állítani a műsort, vagy akár fel is tudjuk venni, és amiután elmentünk a szomszéddal egyet piknikezni, vagy beszélgetni, vagy bármi, vagy a gyerekkel kimentünk a szabadba
focizni, akkor visszajöve bármikor meg tudjuk nézni ezt a műsort, ha főleg, hogyha felvettük, és ez irányába is javaslom a karcagiakat, hogy beszélgessenek el a kollégánkkal, illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Inviter csatlakozott egy TV-z okosan nevű országos kezdeményezéshez, ami arra próbálja nevelni a fiatalokat, de a picit idősebbeket is, hogy ne csak kapcsolgassanak a tévécsatornák között, és amikor épp abban az egy órában, amikor ráérnek, vagy két órában tévét nézni, azt kénytelenek legyenek nézni, ami éppen megy, és tényleg 5 percenként kapcsolnak egyik csatornára a másikra, hanem próbálják meg megtervezni tudatosan a tévé, hogy milyen csatornákat, milyen műsorokat szeretnének nézni, hogy keressék meg azokat a számukra értékes szórakozás szempontjából, ismeretterjesztés, tanulás szempontjából értékes műsorokat, filmeket, amiket nézni szeretnének, és amennyiben ezt megkeresték, ebben utána nagy segítség lesz a digitális televízió szolgáltatásunk, mert ezeket előre be tudják programozni, felvenni, és később bármikor meg tudják nézni a összesen 250 órányi műsorfelvételére alkalmas set-top boxunk segítségével az adásokat. Hát ismereteim szerint ez a legtöbb a szolgáltatók között, ez a 250 óra, sőt, hogyha az önök eszközeit használják, akkor az áramszámla is kevesebb lehet. Igen, itt azt el kell mondani, és ez a digitális átállásnál is érdekes, hogy amennyiben set-top box, szóval ezt a kisebb vagy nagyobb dobozt használja az ügyfél a digitális szolgáltatáshoz, annak van egy áramfogyasztása, ami set-top boxonként kicsit eltérő, de ilyen 3-400 forint is lehet set-top boxonként. Azért is ajánlom az Invitel digitális tévé szolgáltatását, mert akkor ebben elegendő egy set-top boxot úgymond megvenni a havidíjban, amiért plusz pénzt nem is kell fizetni, mert az első set-top box az benne van a szolgáltatásnak a havidíjában. A felvevősre ez nem vonatkozik, de a normál alap set-top box, aminek ugyan van egy 400 forintos havi áram fogyasztása, viszont a család többi tévéjén tudja nézni az analóg tévé csatornákat, amiknél nincs ilyen plusz áramfogyasztás, illetve nagyon fontos, és ezt még ki szeretném emelni, hogy a mi tévé kínálatunkban nézhetőek a helyi tévék, tehát a Karcag TV és a Mediator TV-nek a műsorai, és ez a plusz áramfogyasztás az Inviter esetében a többi set-top box esetében, ahol minden tévéhez szükséges egy ilyen eszköz, tévénként kell érteni ezt a 3-400 forintos plusz áramköltséget, viszont az Invitelnek van egy olyan szolgáltatása, amiben egy kis eszköz segítségével még ez a set-top box is megsporolható a digitális szolgáltatásunkhoz. Ezt az eszközt CAM modulnak hívják, és ennél az eszköznél, ha olyan új tévéje van az ügyfelünknek, amiben van az az ajzat, amiben ezt bele lehet tenni, akkor gyakorlatilag megsporoljuk a set-top boxnak az áramfogyasztását, nem lesz szükséges két távirányító. Nagyon fontos tényleg, hogy mielőtt egy ilyen eszközt rendelik meg a szolgáltatást tőlünk az ügyfeleink, bizonyosodjanak meg róla, hogy ez a CAM modulnak a csatlakozó ajzata az a tévé hátuljában megtalálható. Gyakorlatilag, ha olyan tévé van, amiben saját merevlemeze van, amire a tévé önmaga tud műsorokat rögzíteni, akkor ebben a CAM modul segítségével a 20 gigabájt tárhely szükséges ahhoz, hogy megállítható, visszatekerhető módon tudják nézni az adásokat, illetve az összes többi szabad tárterületre műsorokat lehet rögzíteni, úgy, mintha bérelnék tőlünk ezt a nagy set-top boxot, és az, hogy mennyi műsort lehet rögzíteni, az már a tévébe beépített merevlemez méretétől függ. Sokat beszélgettünk itt a riport elején arról, hogy a digitális átállással mi a teendő, hogyan lehet ezt minél jobban figyelemmel kísérni, ebben hogyan tudnak segítséget adni a tévénézőknek. Igen, a digitális átállásnál szeretnék egy félreértést eloszlatni. Az Inviter ügyfeleinek semmilyen teendőjük nincs a digitális átállás kapcsán. Akár analóg televízió szolgáltatásra fizetnek elő jelenleg, akár digitális TV szolgáltatást használnak. Ez a digitális átállás, ez azokra az ügyfelekre, azokra a karcagiakra és környékbeliekre vonatkozik, akik jelenleg havi előfizetési díj nélkül szobaantennával vagy tetőre szerelt antennával használják a TV szolgáltatást, és ugye nézhetik az M1-et, az RTL klubot és a TV2 csatornákat. Számukra ez a ingyenes tévénézési lehetőség október 31-jel véget ér, és utána valamilyen szolgáltatásra kell, hogy váltsanak. Amennyiben nem elégszenek meg
avval a 7 csatornával, ami havidíjmentesen nézhető, de ugye ehhez is szükséges lesz majd egy set-top box eszköz, vagy valamilyen technikai beruházás a részükről, akkor javaslom, hogy kérdezzék meg az Invitelnek a helyi területi képviselőjét, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Én merem azt mondani, hogyha valakinek fontos az, hogy több csatornát nézzen, hogy jobb minőségben nézze, hogy megállítani, visszatekerni tudja a csatornákat, és egyébként is esetleg még a tévé mellé internet és telefonra is van valamilyen szintű igény, akkor mindenképpen érdemes a kollégánkkal elbeszélgetni, és hogy én azt is javaslom, hogy ne várják meg az október 31 tájékát, hanem kezdjenek el érdeklődni és körülnézni a lehetőségek közül, hogy ne a végén kelljen kapkodni, amikor meg esetleg egy rossz döntést hoznak a tévéadás nélküli időszakban. Köszönjük szépen a beszélgetést, és egy kis biztatás a karcagi tévénézők számára, hogy az elkövetkezendő időben mik a legfontosabb teendők, hogyha jobb minőségben szeretnének tévét nézni. Én mindenképpen arra biztatnám őket, hogy látogassanak el a helyi ügyfélkapcsolati pontunkról az 5-ös utca 10 szám alá, és beszélgessenek el a kollégánkkal. Biztos vagyok benne, hogy tudják vagy jobb árakat elérni a jelenleg használt szolgáltatásukkal kapcsolatban, vagy olyan lehetőségeket tud nekik a kolléga megmutatni, amire lehet, hogy nem is gondoltak, hogy hogyan tudnak jobban kihasználni a televízió, az internet és a telefon témakörét. És csak még egy ajánlattal kapcsolatos plusz információ, hogy az Invitelnek a telefoncsomagjai azok, amik a legtöbb ingyenes hívásirányt és nagyon jó percdíjakat tartalmaznak. Például, hogyha valaki egy mobil opciónk segítségével nagyon sok mobil számot hívna, akkor az Invitelnél ezt 19 forint per percdíjért megteheti. De nem szeretnék belemenni jobban a részletekbe. Tényleg biztatok minden karcagi lakost, hogy menjenek el az ügyfélkapcsolati napunkra, és ott beszélgessenek el a kollégákkal a lehetőségekről.